Szép estét kívánok, köszöntöm az esti mérleg nézőit. A Rákóczi Szövetség szerint egységesen kell szabályozni az őshonos nemzeti kisebbségek jogait az Európai Unióban, ezért csatlakozott a szervezet a Kisebbségvédelmi Európai Polgári Kezdeményezéshez. Erről fogunk beszélgetni. Vendégem Lukács József, a Vörösmarty Társaság alelnöke. Tisztelettel köszöntelek. Azt hiszem, hogy soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy ez az 1 millió aláírás megerősítse ezt a szándékot, és tényleg köteles legyen az Európai Unió az őshonos kisebbségekkel foglalkozni. Így van, én is köszöntöm a kedves nézőket, és köszönöm a lehetőséget és a meghívást, hogy ez a következő percekben az ezzel kapcsolatos legfontosabb tényeket és gondolatokat elmondhatom. Az Európai Unió területén 50 millió állampolgár él nemzeti kisebbségi státusban, nemzeti kisebbségi körülmények között, és ezeknek az embereknek a számára még mindig nem létezik egy az egész Európai Unióra érvényes úgynevezett ernyő törvény, ami abban segíteni őket, hogy az identitásukat megőrizzék, hogy a jogfosztottságukat megszüntessék, és hogy a valamennyi európai uniós állampolgárral azonos státusú életet éljenek. Az Európai Unióhoz való csatlakozás előtt ugye mindig azt hallottuk, hogy azért is érdemes a közép-kelet-európai országoknak az unióhoz csatlakozni, mert a kisebbségek jogfosztottsága megszűnik, évszázados jogfosztottságban való élésük rendeződik. Miután a csatlakozások megtörténtek, az Európai Bizottság akkori elnöke Jacques Delors kijelentette, hogy a kisebbségi kérdések, az európai kisebbségvédelem az belügy az illető országokat illetően. Ilyen formában aztán még az ajánlásokról sem beszél senki, és azokat sem tartják be, nem ellenőrzik. Itt beszélek az Európai Kisebbségvédelmi Chartáról, a nyelvi chartáról, és talán sokan emlékeznek még a 90-es évek közepére arról a bizonyos 1201-es Európai Uniós vagy Európai Tanácsnak az ajánlásáról, ami a kisebbségi védelem problémáit rendezte volna, amelyekről akkor hallottunk sokat, mikor Magyarország Ukrajnával, Romániával és Szlovákiával a két oldalú alapszerződéseket megkötötte. Ennek a kezdeményezésnek az az előzménye, hogy ezelőtt egy néhány évvel, mikor a megalakult Erdélyben a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az autonómia törekvések erőteljesebb hangsúlyt kaptak, Kelemen Hunor, az LMDSZ-nek az elnöke, az európai kisebbségek föderatív szövetségének elnökével, Hans-Heinrich Hansennel, a nyelvi és nemzeti európai kisebbségekre vonatkozó törvényt nyújtott be az Európai Bizottságnak. Az Európai Bizottság evel nem foglalkozott. Ezt aztán a FUEV megopta az Európai Bíróságnál. Az Európai Bizottság nyilatkozatát eltörölte az Európai Bíróság, és így lehetőség nyílt arra, hogy ez a kezdeményezés elinduljon, az aláírások összegyűjtésre kerüljenek, 1 millió aláírás kell összegyűjön ahhoz, hogy az Európai Unióban élő kisebbségeknek a jogaik rendeződjenek, és itt nem csak a közép-kelet-európai legnehezebb helyzetben lévő kisebbségekről van szó, hanem ez egyben jót tesz és előnyöket biztosít majd a nyugat-európai nemzeti kisebbségeknek is. Feltétlenül így van. Ehhez még tegyük hozzá, hogy a nemzeti kisebbségek, illetve népcsoportoknak, akik azt mondjuk, hogy őshonos nemzeti kisebbségeknek nevezzük őket, amelyek évszázadok óta egy bizonyos területen élnek. Tehát Magyarországon,
a mostani Romániában, Szlovákiában, Ukrajnában nem soroljuk, hiszen ez most csak a Kárpát-medence, ami különösen fontos nekünk, de itt is vannak 2 millióan, és nyelvük, identitásuk, vallásuk alapján hozzátartoznak az évszázados európai kultúrához is. Tehát ezt meg kell, hogy erősítse. Így van, annál is inkább, mivel a legnehezebb helyzetben nyilván a közép-kelet-európai kisebbségek vannak, de ezek közül is elsősorban az anyaországhoz képest határon túli magyarság, és ezek közül is az erdélyi magyar kisebbség, ami még mindig 1,5 millió lelket számlál, a legnagyobb európai nemzeti kisebbség. És gondoljuk el, hogy mennyire fontos, hogy ezek az ívek aláírásra kerüljenek, és az aláírások megfelelő számban összegyűjjenek, ha csak a mai közel 30 évvel az úgynevezett rendszerváltozás után megnézzük ezeknek a kisebbségeknek a helyzetét, akkor tudjuk azt, hogy Szlovákiában, aki felveszi a magyar állampolgárságot, megfosztják a szlovák állampolgárságtól. Szerbiában ugyan létrejött egy belső kataszter, tehát a belső választás útján a Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács, de semmilyenféle legitimációval nem bír, ami a törvényalkotásokhoz szükséges esetleges ajánlásokat illeti. Kárpátalján tudjuk, hogy most mi zajlik, ugye az ukrajnai nyelvtörvénynek a módosítása következtében gyakorlatilag a kárpátaljai magyarságot az anyanyelvhasználat alapjaitól akarják megfosztani. Erdélyben még mindig nincsen autonómia, és gondoljunk a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem magyar tagozatával kapcsolatos botrányokra, amelyek évek óta húzódnak, vagy legutóbb a Marosvásárhelyi Magyar Katolikus Gimnáziumnak az ügyére, amelynek a sorsát még mindig nem sikerült rendezni. Ugye tudjuk, hogy az Európai Nemzetiségek Föderatív Tanácsa érdette meg ezt a kezdeményezést. Mit lehet várni, ha összejön az 1 millió aláírás? Azt tudjuk, hogy egyik oldalról az Unió köteles erről tárgyalni. De viszont sútba dobták ezeket az elveket, amelynek mentén az Unió lett, és korán sem biztos. De az 1 millió aláírás az már egy jelentős előrelépés ahhoz, ennyi támogató szeretné, hogy igenis tessék ezzel foglalkozni, mert ez egy rendkívül fontos. Azért fontos, és az történhet, hogy mikor néhány éve az előbbiekben említett Fújev elnöke és Kelement Hunor az európai egységes nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmére vonatkozó törvényt beadta, ebben a törvényben felsorolja azokat a kitételeket, azokat a közösségi jogokat és azoknak a közösségi jogoknak a szükségességét, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a nemzeti kisebbségek Európában egyenjogú állampolgárként éljenek a többségi nemzetek polgáraihoz képest, illetve polgáraival együtt. Ezt a bizonyos törvényt, mint mondtam, az Európai Bizottság elutasította, az Európai Bíróság, az Európai Bizottság elutasítását megszüntette, és az történhet, hogyha az aláírások megfelelő számban összegyűlnek, akkor ez arra kötelezi az Európai Bizottságot, hogy az előbb említett törvényben felsorolt közösségi jogokról tárgyaljon, és esetlegesen, ha sikerül ezt kikényszeríteni, egy nagyon-nagyon szükséges, az egész Európai Unióra vonatkozó úgynevezett fedőtörvényt hozzon, ami mindig egy hivatkozási alap lehet a határozatai alapján, egy olyan esetben, mint például amilyen nehéz helyzet van, és megoldhatatlan helyzet alakult ki Ukrajnában a kárpátaljai magyarsággal. Nincs hivatkozási alap, mert az ajánlásokra nem lehet hivatkozni. Bár most egy előrelépés történt, és pedig az, hogy az Európai Parlament nem is olyan régen, egy olyan 3-4 hete egy határozatot hozott, ami az Európai Uniós kisebbségek védelméről szól. Ennek a munkában az előkészítésében 3 magyar európai parlamenti is képviselő is részt vett, Csáki Pál például,
és egy svéd liberális európai parlamenti képviselő hölgy nyújtotta be a határozati javaslatot. Ezt az Európai Parlament elfogadta. Sokunknak, nekem is az az agályom van, hogy esetleg, hogyha az előírások összegyűlnek megfelelő számban, akkor nehezebb lesz rávenni az Európai Bizottságot és az Európai Parlamentet egy új törvény alkotására, mert esetleg azt mondhatják, hogy erre nincs szükség, mert ezt a határozatot már elfogadták. De reménykedjük, hogy az aláírások összegyűlnek, és a törvény alkotás mégiscsak megtörténik és elfogadásra kerül. Az aláírást pedig a jövőnk.hu internetes oldalon lehet megejteni, illetve nem kell hozzá semmi, csak a mindenki személyigazolványának a száma. Pillanatok alatt meg lehet oldani, vagy esetleg aki így nem akarja, vagy nem tudja, a postákon aláírási szelvények vannak, amelyeket alá lehet írni és kérni lehet. De a Magyar Idők című lap tegnap előtt, akinek jár, vagy aki megvette, a Rákóczi Szövetség borítékát is benne találta egy ajánlási ívben, amit aláírhat és visszaküldhet. Úgyhogy ez annál is inkább fontos, és a jó szándékű fehérvári polgárokat kérjük arra, hogy ezt minél többen tegyék meg. A csíkszeredai polgármester kérésére a városba is, a város polgármestere dr. Cserpalkovics András szintén az ügy mellé állt egy sajtótájékoztató keretében. Ő volt az első, aki aláírta ezt az ívet, és ez még jobban, még inkább kötelez minket arra, hogy a polgároknak a figyelmét és a segítségét, fehérvári honfitársaink segítségét kérjük és felhívjuk a figyelmét az ügy fontosságára. Illetve én azért kértem ezt a lehetőséget, mert a Vörösmarty Társaság 20 éve gyakorlatilag Boboli Zoltán kezdeményezésére minden évben megrendezi a határon túli irodalom napjait. Így aztán nem csak állampolgári kötelességünknek, hanem pluszban egy plusz erkölcsi kötelezettséget is érzünk arra vonatkozólag, hogy az állampolgárok figyelmét felhívjuk erre, a segítségét kérjük, és ezt a nyilatkozatban meg fogjuk erősíteni. Hogy áll most a szavazás, illetve a jelentkezések száma? Penge jelen táncol, mert ma délelőtt kaptam tájékoztatást arról a Rákóczi Szövetségtől, hogy körülbelül még nem egészen 90 ezer aláírás szükséges, egy hét van még körülbelül hátra. Április 3-áig lehet még az éveket aláírni, úgyhogy még azért, aki nem írta alá, és ilyenfajta jó szándékot érez, és úgy gondolja, hogy ha már több mint 100 éve a határon túlra szakadt magyarok jogfosztottságban élnek tulajdonképpen, akkor ezzel az aláírással egy kicsit segíthet a sorsukon, akkor tegye meg és írja alá ezeket az éveket. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondtad, és én is csak megismételni tudom, a rima úgy szól, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Ha ez még hozzátesztük, hogy igen, a szülőföldünkön add meg nekünk ma, és ehhez ez az 1 millió aláírás feltétlenül szükséges, hogy az Unió rendezze annak az 50 millió embernek, aki Európában él, kétségek között, illetve annak a 2 milliónak, akik itt a Kárpát-medencében. Lukács Józsefnek köszönöm szépen. Én megköszönöm szépen. Kedves nézőink, ha segíthettük, tehát a jogaink.hu internetes oldalon, és figyeljék a Vörösmarty Társaság felhívását, és kiderül, hogy miért is fontos ez. Tehát még egyszer mondom, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök úr, vagy Cserpakovics András polgármester úr is aláírta ezt a kezdeményezést, igen, harcoljunk az őshonos nemzeti kisebbségek jogaiért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok, viszontlátásra!